Az elmúlt évtized értékes politikai leckéire alapozhatjuk válaszainkat az átalakuló világrendben, mondta Orbán Viktor Pekingben. Muszlimnak gondolta őket, ezért hajtott a gyalogosok közé egy férfi, 8-an kerültek kórházba. Újabb razzia Sri Lankán, már 70 embert vettek őrizetbe, de még legalább ennyit keresnek. Megyleves, paprikás, csirke és lángos, ez a menü Japánban, ahol magyar falu nyílt. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunárap, Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Az elmúlt évtized értékes politikai leckéire alapozhatjuk válaszainkat az átalakuló világrendben, ezt mondta Orbán Viktor Pekingben egy zárt körű gazdasági fórumon. A kormányfő arról is beszélt, hogy Közép-Európa akkor szabad és virágzó, ha a Kelet és a Nyugat együttműködik egymással. Kínában ezekben a napokban rendezik az év egyik legfontosabb gazdasági találkozóját. A magyar delegáció már több fontos megállapodást is kötött, például a gyógyszergyártás, az informatika és a vasútfejlesztés területén. Zárt körű tanácskozással folytatódott az Egyövezet Egyút nevű nemzetközi fórum Pekingben szombaton. A csúcs találkozón Orbán Viktor is felszólalt. A miniszterelnök azt mondta, az elmúlt évtized értékes politikai leckéire alapozhatjuk jövőnket az új világrendben. Orbán Viktor kifejtette, a demokrácia exportra épülő külpolitika nem működik, valójában problémákat okoz és destabilizációhoz vezet. Úgy fogalmazott, mindannyiunknak meg kell értenie, hogy a kölcsönös tisztelet alapján kell állni és tiszteletben kell tartani a népek kulturális, vallási és politikai hagyományait. A kormányfő arról is beszélt, hogy a demográfia erejét nem szabad lebecsülni, mert a kilátástalanság migrációhoz vezet. Ezért a világ fejlettebb országainak oda kell vinniük a segítséget, ahol szükség van rá, ahelyett, hogy a problémákat saját országaikba hoznák. A miniszterelnök hangsúlyozta, az Egyövezet Egyút kezdeményezés megadja a fejlődés lehetőségét a fejletlen országoknak, ezért jó választ ad a migráció okaira. Orbán Viktor azt is kiemelte, a szabad kereskedelem fizikai összeköttetések nélkül csak üres beszéd. Magyarország és Közép-Európa pedig akkor szabad, ha Kelet és Nyugat együttműködik egymással. Az Egyöv Egyút kezdeményezésnek egy nagyon fontos lába az infrastruktúrális kapcsolatok fejlesztése Európa és Ázsia között. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, ez Magyarországnak is érdeke, hiszen a szabad és akadálytalan világkereskedelemhez összeköttetésekre van szükség. Szijjártó Péter hozzátette, júniusban elindul a Sanghaj és Budapest közötti közvetlen személyszállító járat, amely hetente háromszor repül majd. Három hete pedig már közlekedik a rendszeres kargójárat is Kína és Magyarország között. Ez a közvetlen légi összekötetés lehetővé teszi, hogy a lehető leggyorsabban történjen meg az áruszállítás Magyarország és Kína között, amely az előfeltétele a kereskedelmi kapcsolatok további bővülésének. Ráadásul a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése, valamint ezen légi teherszállítási összekötetés létrejötte, oda vezetett, hogy a kínai logisztikai vállalatok egy nagy logisztikai és raktárbázis létrehozását tervezik Budapesten a repülőtér környékén, amely tovább erősíteni Magyarország szerepét az Európa-Ázsia-Európa-Kína kereskedelmi együttműködésben. Szijjártó Péter hozzátette, további járatok indításáról is tárgyalnak más kínai városokkal. A két ország közötti turisztikai forgalom növelése ugyanis egyik pontja annak a fejlesztési tervnek, amelyben a magyar és a kínai külügyminiszter megállapodott. A közös célok között szerepel még egy magyar-kínai egyetem megalapítása, valamint a Budapestet Bukaresttel összekötő gyorsvasút előkészítése is. A két ország építészeti és a vízfejlesztési területen is együttműködne, magyar és kínai vállalatok közösen vennének részt vízgazdálkodási beruházásokban Ázsiában és Afrikában. 15 ember holttestére bukkantak Sri Lanka keleti részén egy lakóházban, abban a körzetben, ahol korábban lövöldözés tört ki a biztonsági erők és feltételezett szélsőségesek között. A térségben robbanások voltak, és amikor a katonák a helyszínre érkeztek, fegyveresek lőttek rájuk. Az egy héttel ezelőtt több szálloda és keresztény templom ellen elkövetett 253 ember életet kioltó, és mintegy 500 embert megsebesítő merényletek óta a rendőrség országszerte razziákat tart.
Péntek este nagyszabású razziát tartott a srilankai hadsereg és rendőrség a Szigetország keleti felében. A dzsihadisták feltételezett bombagyárára csaptak le, a helyszínen azonban tűzpárbajba keveredtek a szélsőségesekkel. Az egyik épületben, ahol korábban egy robbanás is történt, a szélsőségesek 15 holttestére bukkantak, de a hatóságok szerint nem zárható ki, hogy néhány civil áldozat is van köztük. A katonák egy nőt és egy gyereket hoztak ki az épületből, az asszonyt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az egy héttel ezelőtti több mint 250 halálos áldozatot követelő robbantássorozat óta a srilankai hatóságok folyamatosan keresik az elkövetőket. A támadásokat az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára, a hatóságok szerint azonban helyi iszlamista csoportok is segíthettek a robbantásokban. Eddig több mint 70 embert vettek őrizetbe, de a feltételezések szerint még legalább ennyi Iszlám Államhoz köthető szélsőséges lehet szökésben. A helyzet továbbra is rendkívül feszült Sri Lankán. Rám is azt mondják, hogy muszlim vagyok, terrorista vagyok. Máskor eljöttek hozzánk, ettünk, ittunk, de mostanában már nem. Most reggel pedig leállította a riksámat valaki, de utána azt mondta, mégsem megyek veled, mert terrorista vagy. Biztosan bomba van nálad, panaszkodott egy riksás. Sok üzlet továbbra is zárva van. Szörnyű, ez az egész országnak nagyon rossz, mondta egy helyi lakos. Az utcákon is sokkal kevesebben vannak a szokásosnál, ráadásul a kiszivárgott jelentések szerint a szélsőségesek újabb keresztények elleni támadásokra készülhetnek. A Sri Lankai Katolikus Közösség vezetője ezért felfüggesztette a vasárnapi miséket, és arra kérte a hívőket, hogy otthon imádkozzanak. A rendőrség szerint szándékosan hajtott a tömegbe egy férfi Kaliforniában csütörtök este. A gázolásnak nincs halálos áldozata, de 8 embert kórházban kezelnek, egyikük egy 13 éves kislány kómában fekszik. A gázolást egy 34 éves férfi hajtotta végre, akit már le is tartóztattak. A férfi a bíróságon azt mondta, azért hajtott a tömegbe, mert az emberek ázsiaiak voltak, és azt gondolta róluk, hogy muszlim hitűek. A férfi akár életfogytiglant is kaphat. Egyre nagyobb a migrációs nyomás Mexikó déli határain. A kormány összesítése szerint az év első három hónapjában 300 ezeren léptek be az országba illegálisan, és valamennyien az Egyesült Államokba akartak tovább menni. Mexikó amerikai nyomásra a korábbiaknál erőteljesebben lép fel a karavánokkal szemben, több ezer bevándorlót sikerült is visszafordítani, ugyanis azt sem szeretnék, hogy a migránsok náluk maradjanak. Ezek a felvételek akkor készültek, amikor a dél-mexikói Tapachulában lévő befogadó központból 1300 illegális bevándorló kitört. A guatemalai határ túloldalán lévő központban az őrök tehetetlenül nézték végig, ahogy a tömeg villámgyorsan kimenekül a kapun. Soha nem törtek ki még egyszerre ennyien egy befogadó központból. A migránsok fele el is hagyta a környéket. A többiek azonban visszatértek a befogadó központba, még úgy is, hogy szerintük itt nagyon mostohák az életkörülmények. Ugyanakkor jó okuk volt rá a kitörés után, hogy meggondolják magukat. Aki elhagyja a befogadó központot, automatikusan felkerül egy úgynevezett vörös listára, azaz mindenki, aki nem jelenik meg a névsorolvasásnál. Ha a mexikói hatóságok megtalálják őket, azonnal kitoloncolják az országból, mondja egy kubai migráns. A szigorított eljárás ellenére voltak, akik szinte nyomtalanul eltűntek, de olyanok is, akik a város vasútállomása felé vették az irányt. Megyek tovább Amerikába, hogy a lányomnak jobb élete legyen, mint amilyen Hondurasban lenne, mondta egy nő, mielőtt felkapaszkodott volna egy tehervonatra. A migránsok közül sokaknak csak a szerelvény tetején jutott hely, a mexikói hatóságok pedig folyamatosan a nyomukban vannak. Mexikó idén szigorított bevándorlási politikáján. Ennek egyik oka az volt, hogy Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte a déli határszakasz teljes lezárását. Ez katasztrofális következményekkel járt volna Mexikó számára. A másik ok, hogy az ország lakossága egyre nehezebben viseli a migráns karavánok mozgását az országban. Amerre jártak az illegális bevándorlók, ott ugrásszerűen megnőtt a bűnözés. Az első három hónapban 300 ezren léptek be illegálisan az országba, azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok határához menjenek. Most azonban megfékeztük ezt a folyamatot, mondja a belügyminiszter.
Mexikó idén beszüntette az úgynevezett humanitárius vízumok kiadását. Ezzel a papírral tartózkodhattak legálisan a migránsok az országban, és szabadon utazhattak is. Ezen a liberális vízumpolitikán azonban a washingtoni kormány nyomására változtattak. A mexikóiak immár a déli határon próbálják feltartóztatni a főleg Hondurasból, Guatemalából, Salvadorból és Kubából érkező migránsokat. De azt sem szeretnék, ha azok, akik bejutottak az országba, Mexikóban maradnának. Nem szeretnénk biztonságos harmadik országgá válni. Ez Mexikó világos álláspontja. Vannak ilyen törekvések, de mi ebben nem egyezünk bele, fogalmazott a mexikói külügyminiszter. Az ország egyre több illegális bevándorlót tartóztat fel, illetve küld vissza saját hazájába. Az elmúlt egy hónapban 15 ezer migráns toloncoltak ki. Donald Trump amerikai elnök viszont a változások ellenére is kilátásba helyezte, hogy a közeledő karavánok miatt újabb katonákat küld a térségbe, és lezárja a mexikói-amerikai határ egyes szakaszait. A mondaton nincs mit mentegetni, ezért az MSZP Párbeszéd Szövetségben sem jár kitüntetés, így reagált pártja a Bangóné Borbé Ildikó szavaira. A szocialista országgyűlési képviselő tegnap az ATV-ben arra a kérdésre, hogy miért nő a Fidesz népszerűsége, azt mondta, sok a patkány Magyarországon. Hasonló eset nemrég Ausztriában történt, ahol egy szabadságpárti képviselő egy verset tett közzé, amelyben patkányokhoz hasonlította a bevándorlókat. Az ügyből botrány lett, és a politikusnak néhány nappal később le kellett mondani a mandátumáról és pártagságáról is. Szégyeld magad, Ildikó, ne tégy úgy, mintha nem szándékos lett volna. Inkább leszek patkány, mint MSZP-s, majd legközelebb is ellenetek szavazok patkánymódra. Péntek délután tömegesen érkeztek a hasonló kommentek Bangóné Borbé Ildikó közösségi oldalára. A szocialista politikus a Facebookon az ATV reggeli műsorában tett nyilatkozata miatt magyarázkodott. Sok a patkány Magyarországon. Az interjúban arra a kérdésre, hogy miért nő a Fidesz támogatottsága, azt mondta, szerinte sok a patkány Magyarországon. Hogy lehetséges az, hogy a Fidesz támogatottsága folyamatosan emelkedik? Mint mondjuk az önöké folyamatosan csökken, ne, vagy ha nem is csökken, akkor, akkor én kérek elnézést, nem tudom, hány százalékot, de valószínűleg, hogy... A különbség nem, azért csak hogy egy mondatot mondjak, ha már szókínomondó vagyok, sok a patkány Magyarországon, ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten. Azt már az interjúban is megkérdezték tőle, van-e áthallás a Fidesz támogatói és a patkányok között. Bangóné mégsem visszakozott. Mindössze annyit mondott, mindenki úgy érti a mondottakat, ahogy akarja. Sok a patkány Magyarországon, ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Jó, és ennek nem mi csak, az áthallása? Hát mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Ezt az álláspontot nem sokkal később több hírportálnak is megerősítette. Az Indexnek azt mondta, mindenki arra gondol, amire akar. Az azonnali.hu-nak pedig úgy fogalmazott, még csak szerencsétlen sem volt a megjegyzése, de ha valaki magára veszi, azzal sem tud mit csinálni. Bangóné Borbé Ildikó közösségi oldalán viszont már másként vélekedett. Meg sem fordult a fejemben, hogy szavazókat összefüggésbe hozzak a patkányinvázióval, fogalmazott. A magyarázkodás azonban úgy tűnik, még a baloldali kommentelők többségét sem győzte meg. 4 évente szavazok az ön pártjára, a mai megnyilvánulása viszont nem képviselőhöz, nem nőhöz, nem emberhez méltóra sikeredett, fogalmazott egy hozzászóló. Egy másik kommentelő pedig azt írta, világéletemben baloldali beállítottságú voltam, de a riportot látva egy pillanatra nem kaptam levegőt. Hagyjuk a szerecsenmosdatást és vállalja a következményeket. Bangóné Borbé Ildikó lemondását nem csak a baloldali szavazók, hanem több ellenzéki hírportál is felvetette. A Mérce.hu arról írt, nem ez az első olyan mozzanat, ami bizonyítja, hogy Bangóné alkalmatlan képviselőnek. A Nyugati Fény és a Magyar Narancs szerint pedig a szövegkörnyezet alapján nehéz máshogy értelmezni az elhangzottakat, mint hogy Bangóné lényegében a Fidesz szavazóit patkányozta le. Egyáltalán nem vállalható ez. A politikus kijelentéseitől ennek ellenére az ellenzéki pártok közül eddig csak a Momentum és az LMP határolódott el. Utóbbi EP lista vezetője Vágó Gábor elfogadhatatlannak nevezte a nyilatkozatot. Nem szabad a közbeszédet olyan szintre aljasítani, hogy állatnak nevezünk más közéleti szereplőt vagy az ő támogatóit. A DK EP lista vezetője Dobrev Klára nem akarta kommentálni az ügyet.
ahogy először a Bangóné Borbély Ildikó mögött álló pártszövetség sem. Nem, sajnos most erre nincs mód. Az ön párttársa Bangóné Borbély Ildikó azt mondta az ATV-ben, hogy... Kérdésünkre pénteken a szocialista Kunhalmi Ágnes otthagyta a sajtótájékoztatót arra hivatkozva, hogy csak a meghirdetett témában válaszol. A párt az Indexnek annyit írt, a mondaton nincs mit mentegetni, ezért az MSZP párbeszéd szövetségben sem jár kitüntetés. Arra a felvetésre viszont, hogy az esetnek lesz-e következménye, a szocialisták azt írták, ezt a kérdést értelmezni sem tudják. Bangóné Borbély Ildikó mellett a párbeszédes Tordai Bence is kiállt, aki az azonnali.hu-nak azt mondta, a szocialista politikusnak biztosan nem volt olyan szándéka, hogy emberek millióit, idézem, egy ilyen kis, egyébként intelligens, aranyos rágcsálóval azonosította volna. Hasonló eset nemrég Ausztriában történt, ahol Braunau Amin egyik szabadságpárti közgyűlési képviselője egy versben a bevándorlókat hasonlította patkányokhoz. Az ügy miatt az osztrák szociáldemokrata párt azt követelte Sebastian Kurz kancellártól, hogy bontsa fel a koalíciót a szabadságpárttal. A verset közzétevő polgármester helyettesnek végül le kellett mondania a mandátumáról és a párttagságáról is. A Fidesz felszólítja az MSZP vezetőit, hogy mondassák le Bangóné Borbély Ildikót. A nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója szerint pártok között lehetnek viták, de ez nem pártpolitikai kérdés. Hídvégi Balázs hangsúlyozta, ilyen sértő kijelentésnek nincs helye a magyar közéletben. Arra szólítjuk fel az MSZP vezetőit, hogy hívják vissza Bangóné Borbély Ildikót az országgyűlésből és távolítsák előtt a magyar közéletből. Az a meggyőződésünk, hogy ez egy elkerülhetetlen lépés. És ez is most nem pártpolitikáról szól. Lehetnek köztünk viták politikai kérdésekben, lehet, hogy más a véleményünk sok mindenről. Azonban azt hiszem, hogy minden jóérzésű ember nevében mondhatom, hogy így beszélni emberekről nem lehet. Nem lehet emberek tömegét, több millió embert, vagy akár csak egyetlen egy embert sem patkánynak nevezni. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete által szervezett rendezvényen mutatták be a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményével megvásárolható új autókat. Összesen 13 különböző márkatípusaival ismerkedhettek meg az érdeklődők. A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a kormány családvédelmi akcióterve valós igényekre kínál valós támogatást. A nagy családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást tudnak kapni a 7 személyes új autók vásárlásához. Aztán ez megadja azt a lehetőséget, hogy az álmodozásból a tervezésbe forduljanak át a családok, a nagy családok. Az esztergomi búzaszentelő ünnepséggel elkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programsorozat. Az ünnepségen megszentelték és megáldották Esztergom határában a búzaföldeket. A rendezvényen Kövér László, az országgyűlés elnöke azt mondta, az évezredes hagyomány azt üzeni, hiszünk abban, hogy mi magyarok életünkben, munkánkban és sorsunkban összetartozunk. A Magyarok Kenyere megalkotásának gondolata és az azon alapuló program kiemelkedik, úgy is mondhatnánk, ünnepé emelkedik a Kárpát-medencében a hétköznapok történései közepette. Ünnepé, amely lélekben is közelebb hozhatja egymáshoz a magyarságot. A jó akarat közös munkára és együttműködésre készteti a földből élőket, segít a találkozásban, a közösségépítésben, ennyit egy kicsit a rászorulók gondjaim. Reggel óta tart a hagyományos rendőr és tűzoltó nap a fővárosban, kapcsolunk is a helyszínre Víg Andráshoz. Szervusz, milyen programokkal készültek már a szervezők? Szervusz, jó napot kívánok! A kommandós bemutatótól az arcfestésig széles a paletta, számtalan, érdekes, megkockáztatom, családi programmal várják az érdeklődőket a 9. rendőr és tűzoltónap szervezői. Az eseményen a legtöbb rendvédelmi szervezet képviselteti magát, így a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Magyar Honvédség és a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a büntetés végrehajtási szervezet is létrehozott egy standot, illetve tart különböző bemutatókat. Volt itt kutyás bemutató, magasból mentési bemutató, kommandós bemutató, katonák díszelgő, fegyveres bemutatója, tehát számtalan érdekes programmal várják az érdeklődőket, mint azokat, akik érdeklődnek a rendvédelmi szervezetek munkája és eredményei iránt.
és nem véletlenül mondom, hogy az eredménye iránt, hiszen a megnyitó beszédében Budapest rendőrfőkapitánya is megemlítette, hogy Magyarországon az elmúlt 8-9-10 évben folyamatosan, tendenciaszerűen csökken a bűncselekmények száma, ugyanakkor a felderítés eredményessége pedig megállás nélkül folyamatosan növekszik. Mindez azt eredményezte, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa lett, ezt hangsúlyozta Terdik Tamás Budapest rendőrfőkapitánya a nagyszínpadon elmondott megnyitó beszédében. Ez a rendőrnap színes, látványos programjai délután 2 óráig tartanak, addig minden érdeklődőt szívesen látnak Budapesten a Városligetben. Víg András, köszönjük szépen! Orbán Viktor Liu Shaolin Sándorral is találkozott Pekingben. A magyar sportoló tagja annak a férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltónak, amely tavaly Magyarország történetében először olimpiai aranyérmet szerzett téli olimpián. Sokan vannak a Hungaroringen, javában zajlik a túraautó világkupa hazai verseny hétvégéje. 3 magyar pilóta is rajthoz áll, lehet nekik szurkolni. További részletek a helyszínről Pál Pál előttől. Elkezdődött a nemzetközi autósport szezon itt a Hungaroringen. Erre a hétvégére a túraautó világkupa mezőnye vette birtokába a magyar aszfaltcsíkot. Egy benzinszagos, gumicsikorgatós hétvégére invitálja a magyarokat a ring, ráadásul 3 hazai versenyzőnek is lehet szurkolni a világkupában. Mihelis Norbert, Tasi Attila és Tenke Tamás ezekben a percekben is köröz itt a Hungaroringen, hiszen ezekben a pillanatokban zajlik az időmérő, amelynek eredményéről a későbbi sporthírekben beszámolunk. Aki pedig a versenyre látogatna ki, az még mindig megteheti, hiszen 15 óra 15 perckor kezdődik a mai egyetlen futam a világkupa sorozatban itt a Hungaroringen. Megnyílt a Marcali Expo Agrár kiállítás és vásár, ahol több mint 120 kiállító vesz részt. A rendezvény célja, hogy népszerűsítse a kistermelők magyar termékeit. A kiállítás megnyitóján Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár elmondta, a kormány támogatásainak köszönhetően 3-szor annyi kistermelő van most, mint 2010-ben, és megduplázottak a termelői piacok is. A mostani vidékfejlesztési program keretében lényegében 140 milliárd forintnyi olyan forrás állt rendelkezésre, mely valamiféleképpen a kertészethez kapcsolódott. Ültetvények megújításához, hűtőházakhoz adott esetben, kertészeti gépek vásárlásához, mind-mind olyan módon, amellyel több ezer kertészetből élő gazdálkodó számára tudtunk lehetőséget és segítséget nyújtani. Vércukor és vérnyomás méréssel, valamint zöld hályok szűréssel is várják az érdeklődőket a kaposvári nagypiacon ma egész nap. A Kaposvári Lions Club által szervezett egészségnapon a megelőzésre szeretnék felhívni a figyelmet. Stanics Adrián van a helyszínen a további részletekkel. Szervusz! Már eddig több százan vettek részt a Kaposvári Lions Club szűrésein, itt a Kaposvári nagypiacon. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Itt most mögöttem éppen egy egészséggel kapcsolatos bemutatót láthatnak a vásárlók, ahol a kaposvári mentőállomás munkatársai az újraélesztés technikáját mutatják meg az érdeklődőknek, de ezen kívül azt is megtudhatják, mi a teendő háztartási balesetek esetén. Egyébként a legtöbben ma a zöldhályok szűrésnél álltak sorba. Ez azért is fontos, hiszen a magyar lakosság 2%-át érinti. A Lions klubok kiemelt figyelmet fordítanak egyébként a szemvédelmére. A Kaposvári Egyesület például évente 2-szer is adományoz szemüvegeket ingyen rászoruló gyermekeknek. Idén a szemvédelmén kívül a cukorbetegség és annak megelőzésére is felhívták a figyelmet. Éppen ezért itt Kaposváron is többféle szűrést is végeztek ezzel kapcsolatban. Stanics Adrián, köszönjük szépen! Sárkányülő Szent Györgyöt ábrázoló domborművet avattak Kápolnásnyéken a felújítás alatt álló halászkastélynál. A területet 2 éve kezdték el fejleszteni. A kastély mellett megújulnak a gazdasági épületek is. Az ünnepségen a kultúráért felelős államtitkár emlékeztetett rá, hogy Szent György napjához kapcsolódó hagyományok segítettek elkerülni a rontásokat. Sárkányülő Szent György napjához kapcsolódó népszokások szerint a legkülönbözőbb rontás elhárító módszerek alkalmazásával védték e napon a házat és lakóit, de főként az istállót.
Ilyenek voltak például az istálló körülszórása vagy körülfüstölése, zöld ágak tűzése az ajtóra. Hortobágyon régen Szent György napján kezdődött a tavasz, a jószágokat ekkor hajtották ki a téli szálláshelyekről a pusztába. Ezt nézhetik meg most az érdeklődők a 9 lyukú híd tövében. Ott van a helyszínen Pálfi Andrea, szervusz! Jó napot kívánok, szervusz! Hát kora délelőtt óta tart a puszta napja itt Hortobágyon, már most nagyon sokan vannak, és úgy tűnik, hogy a nap is kisüt, bár az esőnek jelenleg még nagyon örültek a pásztorok, hiszen március elég aszályos volt itt is, és bizony-bizony az a több ezer őshonos magyar jószág, amit kihajtottak a pusztába, azoknak nem árt, ha gazdag legelő várja őket. A Szent György napja egyébként azért is kiemelten fontos, mert ilyenkor találkozhatnak a pásztorokkal a Hortobágyra látogatók, és idén 20. éve, hogy az UNESCO felvette a világörökség részébe a pusztát, és ebbe bizony a pásztorhagyományok is beletartoznak. Jelenleg még ugye a népi játékokat lehet kipróbálni, vagy a kézműves vásáról részt venni. Kettőtől viszont megindul a menet a híres 9 lyukú hídon, ahol először a rackákat hajtják ki, majd jönnek a csergető csikósok, utána a biva, illetve az ökrös fogatok, valamint a szekerek, és majd a rendezvénytéren meg is lehet ismerkedni ezekkel a jószágokkal, ami különösen fontos, vagy kiemelten fontos, hogy mint minden évben idén is a csikós bemutató zárja majd a kihajtási ünnepet, és két hét múlva ugyanezt a bemutatót majd Londonban mutatják be a hortobágyi csikósok, ugyanis meghívást kaptak a Windsor Royal Horse Show-ra, ahol a világ minden tájáról 400 lovas vesz részt, és idén először a pusztai hagyományokat is megismerhetik az ottani látogatók, illetve az angol királyi család is. Pálfi Andrea, köszönjük szépen! Megyleves, paprikás csirke és lángos, ez a menü Japánban, ahol magyar falu nyílt, magyar ételekkel. A helyszín egy kis település, Ikusaka, Tokiótól mintegy 250 kilométerre. Itt népszerűsítik a magyar termékeket, borokat, mézeket és a mangalicát is. A helyi szálloda kedvezményeket ad a magyar turistáknak, akik odautaznak. Kis Gábor István tudósított. Ezek itt a jól ismert magyar termékek a háttérben, a tokai bor, a mézek, a kalocsai paprika, az őrölt fűszer paprika, kicsi akvarellek is jöttek, ilyen kis magyar mesefigurák, aztán itt vannak a kalocsai hímzések, elég drágák egyébként ezek a dolgok, de hát persze nagy távolságot tettek meg. Ezek jól ismertek már Japánban, hadd vegyem még hozzá a libamájat, vagy hát a gyomorkeserűt, a híres magyar gyomorkeserűt, és a sokféle magyar bor közül a tokait, meg az egri bikavért mindenképpen érdemes kiemelni. Az a különlegessége ennek a helynek, hogy nem csak mára állították fel a mögöttem látható polcot ebbe az autópálya pihenőbe, hanem így lesz ez az év minden napján. Világszerte heves esőzések és áradások pusztítanak. A szakemberek szerint a klímaváltozás a leginkább felelős az extrém időjárásért most április végén. Mozambikban és Tanzániában a Kenneth hurrikán pusztít. Kanadában is két keleti államban hirdettek szükségállapotot a heves esőzések miatt. Ott tavában rekordmagasan tetőzik a folyó vízszintje. Ezzel egy időben azonban a sarkörön túl Izlandon megdőlt a melegrekord, és a szomszédos Ausztriában sem olvadt el még a hegyekben ilyen korán a hó. Ráadásul hetek óta egy csepp eső sem esett. Már második napja pusztít a Kenneth hurrikán Mozambikban. A trópusi vihar 220 km/órás féllökésekkel csapott le. A helyenként 6-7 méteres hullámok hatalmas pusztítást végeztek. A meteorológusok számításai szerint a térség felett kavargó hurrikán sokat vesztett erejéből, de egyre több csapadékot hoz. A következő napokban 800 mm, vagyis majdnem egy éves esőmennyiség hullhat. A várható villámáradások pedig komoly természeti katasztrófát okozhatnak a sűrűn lakott területeken. A jelentések szerint eddig 3 halálos áldozata van Kennethnek. Az ENSZ élelmezésügyi szervezete további humanitárius válságtól tart Mozambikban és a szomszédos Tanzániában. Mozambikban már 30 ezer embert evakuáltak a hatóságok, így remélhetőleg kevesebb lesz az áldozatok száma. Tanzániában még soha nem volt ilyen erős vihar, de ott is kiadták a vörös figyelmeztetést. Tovább folytatjuk a segélyek szállítását, elkerüljük az éhínséget és a járványokat. Legalább 3 millió ember élete van veszélyben a térségben alultápláltság miatt, mondta az ENSZ szakosított szervezetének munkatársa.
A gyors felmelegedést követő hóolvadás és a heves esőzések miatt több ezer hektárnyi terület áll víz alatt Kanadában, Quebec és Ontario tartományokban. Már több mint 1000 családot telepítettek ideiglenes menhelyekre, és csaknem 6000 épületben keletkezett jelentős anyagi kár. A fővároshoz, Ottawához közeli egyik vízerőműnél folyamatosan emelkedik a vízszint. A hatóságok attól tartanak, hogy átszakad a gát. Szükségállapot van érvényben a fővárosban, mert a folyó vízszintje 11 cm-rel magasabban tetőzik, mint a két évvel ezelőtti rekordár víz idején, ami jelentős pusztítást végzett a városban. A központi kormányzat segítségét kértük, és már 400 katasztrófavédő és katona vesz részt a védekezésben és a mentésben, nyilatkozta Ottawa polgármestere. Amíg Európa mediterrán partvidékén hűvös az időjárás és sokat esik az eső, addig az izlandiak rövidújú pólóban fagyiznak a napsütésben. Az északi sarkörön túlfekvő országban kora tavasszal általában csak pár fokkal van melegebb fagypontnál. Pénteken mégis megdőlt a meleg rekord. A fővárosban Reykjavikban 15 Celsius fokot mértek, de annál is melegebb volt az ország legészakibb részén, ahol 18 fok volt. A szomszédos Ausztriában is a korán jött hőség és a szárazság okoz gondot. Több évtizede nem fordult elő, hogy már április végén elolvadt a hó a hegyekben, és alsó Ausztria tartományban az idén fele annyi eső esett, mint az elmúlt években. Az osztrák gazdák hatalmas veszteséggel számolnak. Szerintük rendkívül rossz burgonya és spárga termés lesz az idén.